Mi van, gombóc? Portóban vagyok. Hát ez az albergue, ez olyan fantasztikus, nagyon király, minden van. Úgyhogy most itt reggel van, 8 óra. Kiültem a szoba elé, itt van mögöttem, és a kertre néz a terasz. Közben itt van mellettem Bogyó, aki nem nagyon hagy békén. Szöcim barátunk. A mai tervem az, hogy ugye mosok egy alaposat, azért a túragatját sehet néha kitakarítani, aztán szerzek, itt van Aldi, úgyhogy veszek egy kis szapkeset, amit sajnos máshol nem lehet ilyen zacskósat kapni itt, illetve régi álmom válik valóra, ugyis van rendes konyha tűzhelyjel, úgyhogy fogok készíteni egy nagyon finom fagyasztott pizzát, ami meleg étel, olcsó és nagyon szeretem, úgyhogy ez van, és holnap pedig elindulok majd a portugál út Portótól kezdődő szakaszára a parton. Úgyhogy maradjatok velem, és mutatok egy pár képet erről a városról, mert hát ez Porto, ez lélegzetelállító, úgyhogy mindenképpen érdemes itt egy napot eltölteni, akár innen kezdtek, akár később jöttök ide. Megyettem egy helyi kis étterembe, egy kifőzdében, ahol van egy napi menü, csak helyek vannak, tehát nagyon messze van a turisztikai résztől, és hát elég komoly, 6 eurós adag. Egy leves, sör, ez ilyen sült hal, és még desszertet is fognak hozni, nagyon komoly. Ez a menü, ez nagyon-nagyon kemény volt, alig bírtam megenni. Kaptam egy finom csirke húslevest, egy rántott halat, egy nattállal, rengeteg salátával, krumplival, desszertként kettő darab sütit, de háromféle desszertből lehetett volna választani, ugye főételből pedig ötféléből. Kaptam egy sört, egy kávét, és az egész került 6 euróban, nagyon durva. Csak helyiek esznek itt, most már üres a hely, de amikor bejöttem, akkor teltházas volt. Hát azt hiszem, hogy tudom, hogy miért. Nagyon durva volt, úgy jól laktam, mindjárt elpusztulok. Egyetlen baj van ezzel a helyen, és az pedig az ott egy darab konnektor, és 5 darab ágy van ebben a szobában. Illetve nem ártana minden ágyhoz egy kis polcocska vagy valami, de hát ez a legkevesebb, de azért konnektorban nagyon szegény ez a hely.